Több órán át tartott a helyszínelés az M6-os autópályán, ahol a képen látható kocsi belerohant az előtte haladó teherautó hátuljába, majd a korlátnak csapódott. A műszaki mentés ideje alatt teljes útzár volt, a forgalmat a 6-os főútra terelték. Padics Zoltán, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, az ütközést elkerülve hirtelen kormányozdulatokat tett a sofőr, aki azonban már nem tudta elkerülni a balesetet. Az M6-os autópálya Pécs felé vezető szakaszán a tengerlici lehajtónál egy sérüléssel járó baleset történt. Egy 36 éves péri férfi közlekedett személygépkocsijával Pécs felé, valószínűleg vezetés közben elaludt, és mikor hirtelen felébredt, akkor már csak azt észlelte, hogy előtte van egy kamion. Megpróbálta korrigálni, hogy ne ütközön a kamion hátuljába, ez sajnos nem járt sikerrel. Hozzátette, a kamionba való becsapódás után az autója tovább sodródott a korlát felé, majd az úttest közepén állt meg. A személyautóban utasként egy 31 éves péri nő utazott, aki a baleset során súlyos sérüléseket szenvedett. Őt a mentők a kórházba szállították, az ügyben a Paksi rendőrkapitányság büntető eljárást indított. A kamiont vezető 42 éves szolnoki férfi a szabályokat betartva közlekedett.